kampányról beszélhetünk, és 2016-ra írta azt, hogy még 10%-kal, még a 2015-ös egyébként alacsony populációnál is kevesebb. Mi a helyzet akkor itt Parti Fecskeűben most Magyarországon? Sajnos azt kell mondani, csak a Parti Fecske, hanem valamilyen hosszú távú honduló madárfaj esetében drámai csökkenésnek vagyunk tanulni. Úgy tűnik, hogy ez a madárcsoport az első detektált,